A héten bekövetkezett az, amire a magyar kosárlabda szurkolók, így a székesfehérváriak is már régóta számítottak. A legtehetségesebb magyar játékos, az Albakon bedobója Hanga Ádám külföldön folytatja pályafutását a világ egyik legerősebb bajnokságában, Spanyolországban. Hanga Ádám 2 plusz 2 éves szerződést kötött a Manresa csapatával. A legjobb magyar kosárlabdázott, az Albakon bajnoki és kupaezüstérmes játékosát pihenése alatt Budapesten értük utoltelefonon. Amíg tartott a szezon, addig nem szerettem volna ilyen dolgokkal foglalkozni, megkértem erre a menedzseremet, és amikor vége lett a bajnokságnak, utána ugye nagyon felgyorsultak az események, és rögtön a menedzserem mondta, hogy van egy ilyen lehetőség. Volt még egy másik olasz lehetőség, de júliusban, amikor leültünk egymással, akkor Spanyolországot tűztük ki célul, és nyilvánvalóan elsőbséget élvezett a spanyol ajánlat. Ezért Spanyolország mellett döntöttünk. Sokat nem vaciláltam rajta, igazából ahogy mondtam, mint rögtön igent mondtam rá. Ádám 5 év után távozik Székesfehérvárról az Albakom kosárlabda csapatától. Új együttesével, a spanyol Manresával Európa legjobb csapatai ellen léphet majd pályára a fiatal magyar játékos. Szakmailag nyilván nagy előrelépés, mert tényleg azért Európa legerősebb bajnokságáról beszélünk. Az kérdés ugye, hogy nyilván hogy fogok tudni érvényesülni, de nagyon bízok magamba. És megpróbálok tényleg mindent megtenni azért, hogy ott is meghatározó játékos legyek. Lehet, hogy az elején nem lesz annyi játék lehetőségem vagy játékpercem, de hát ez egy kihívás nekem is, és ezért meg kell küzdeni, úgyhogy állok elébe. A pihenésnek hamarosan vége, és jövő héten Hanga Ádámnak már Spanyolországban lesz jelenése, de ezen kívül is elég sűrű a nyári program. Jövő héten megyek ki menedzseremmel Barcelonába, lesz egy orvosi vizsgálat Manresába. Így ez fog lenni, utána pedig, amikor visszajövök, akkor elkezdem az egyéni edzéseket Bácsán Mási Gáborral Budapesten, és ott egy 6-7 edzésen fog részt venni, és június közepén 11-től 13-áig megyek Trevizóba, Olaszországba, és utána, miután ezután a tábor után visszajöttem, utána van még egy erős 2 hetem, vagy majdnem 2 hetem pihenni, és július 4-én kezdődik a válogatott. Most csak is az a célom, hogy a következő csapatomnál meghatározó játékos tudjak lenni, valamint ugye nyilván az egész nyár a válogatottban is szeretnék jól játszani. A lehetőség tehát megadatott a jelenlegi legjobb magyar kosarasnak, aki nagy szakmai kihívás elé néz Spanyolországban. Ebből a szerződésből pedig hosszú távon biztosan a magyar kosárlabda is profitál majd.